ismét teltházas előadást rendeztek a Matthias Corvinus Kollégium királysori épületében. A szervezők igyekeznek akár havi több alkalommal is változatos, színes témákat hozni, amely minden korosztály számára érdekes lehet. A mostani előadás a Kommunista Egyház üldözés a Kárpát-medencében címet kapta. Október nem egy vidám hónapja a magyar történelemnek, hiszen kezdünk október 6-ával, a gyásznappal, és az október 23-i forradalom is sajnos nem a legvidámabb történetek közé tartozik a történelmünkben. Mindenképpen szerettünk volna tisztelegni a hősök előtt ezzel az előadással, és nagyon örülök annak, hogy idősek, fiatalok egyaránt jelentkeztek. Az előadást a Nemzeti Emlékező Bizottság hivatalának tudományos titkára Arató György tartotta. Nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk azokat a személyes lehetőségeket, történeteket egy-egy korszak ismertetésénél, amelyek felvetnek olyan dilemmákat, amelyekkel akár a mai életben is lehet találkozni, ha nem is feltétlenül Magyarországon, de most éppen az előadás témakörével kapcsolatban egyházüldözés, keresztényüldözés szerte a világon számtalan helyen van ma még. Ez egy kortárs történelmi probléma, a történelem az életünk része. Az eseményen a programhoz kapcsolódó kiállítást is megtekinthettek az odaérkezők. Az MCC ebben a hónapban még egy izgalmas előadás várja az érdeklődőket október 19-én földrajzi témában. Az előadó Szűcs Ádám lesz, a helyszín pedig megszokott módon a Grand Inkubátorház.